Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Média történeti pillanat következik, leleplezzük az új gonosz Swiftet. Sokan vártátok már, mi is nagyon vártuk, szóval nézzük. Nézzük. Egy szedán? Első osztályú, ide figyelj, Japánból érkezett az autó. Ne, és kék platnis. Igen, és olyan dolgot tud, amit a japánok nem szoktak tudni, rohad. Ne. A magyarokra az jellemző viszont ezekre nagyon nem, és mikor megnéztük Olivérrel először, akkor csodálkoztunk rajta. Áron volt olyan kedves, már a dekorációt el is kezdte, szépen elhelyezte a logót, kis Eneos. Főtámogató. Így van, de mindjárt elmondjuk, hogy ez nem lesz itt sokáig, és pedig azért nem lesz itt sokáig, mert... Mert indul az új dekoráció, ugyanis a Manna ABC beszállt szponzornak a Gonosz Swift szériába, a Gonosz Swift második szériába, ami nekem nagyon nagy öröm, mert nem csak egy olyan formátumot tudtunk csinálni, ami a nézőknek szórakoztató, hanem a szponzoroknak is kecsegtető, és ez egy baromi jó érzés, úgyhogy ezentúl ez egy Eneos per Manna, Manna per Eneos. Őnek is tetszik a Swift. Hello, haver, tetszik a Swift? Ez egy zöld jármű, bevonza az állatokat. Mit kell tudni a csikóról? Azt látom, hogy szedán, 1.3, 1.6? Így van, 1.3. Azt hiszem, ez is 8 szelep, emlékeim szerint. Nyomatékra hangolt változat. Pontosan. És ami egy igen fontos eleme az autónak, ami miatt kerestük, és nem a telepről választottunk egy újabb autót, hogy ez egy automata váltós kiadás, ne. Mivel a második évadban lesz egy másik trükk is az autóval, amihez igény volt arra, hogy ez a szép nagy fakanál itt legyen az autó közepén. Ezt nem hiszem el. Ez az autótervezésnek egy olyan mélypontja, hogy megkúrták volna azt az automataváltókat, amit szerintem azóta sem múlt alul az ipar. Ez elképesztő. Mint ilyen repülőgépen elmenne alkatrésznek ilyen gázkarnak, vagy valami, nem? Igen, csak ott jár hozzá teljesítmény. Az itt is, csak nem sok. Ott el tudom képzelni, hogy ez mennyi lehet, ez várja a D2L, akkor ez egy háromsebességes váltó? És ez az autó, igen. Ez mennyi lehet? 1.3.8 szelep? Igen, ilyen 60 környéke lóerőbe jó, szerintem. Jó, akkor abból egy olyan 25-öt megeszik az automataváltó. Nem lesz dinamikus, azt hiszem elmondhatjuk. Ellenben figyelj, ez egy nagyon szép belterű, egy sokkal szebb állapotú. A belterű az nagyon jó állapotú, igen. Nekem az a kedvencem, hogy itt az ajtóra bekanyarodik, és a szellőző rosté, az picit oldalról fúj igazából az ajtókárpit részeként. Ez egy zseniális. E39-es BMW 211-es Merci, egyiket se ismerem. Innen vették át. Így van. Valószínűleg ez volt. Igen, meg amúgy ez egy nagyon jó feature, hogyha lehúzod az ablakot, mert amúgy nem klímás a gépsárkány, és hogy tudjál szépen levegőzni, autópálya tempónál se legyen nagyon húzatos. Mintha valaha elérni az autópálya tempót. Hát figyelj, ha van elég időd megvárni, akkor valószínűleg sikerül ez. Mondjuk kicsit szomorú vagyok, hogy automata és nem klímás. Hát igen, lehet, hogy ezt külön kellett rendelni, hogy automata és ne klímás legyen. Nem menedzser. Így van. Megnézzük a technikát, mert a belsejét nem mutatjuk meg, mert nem leplezzük le azt, hogy mi történik vele még. A különleges trükk, mert az még, Jézusom, de ennek a műszerfala is más, mint az európai. Persze. Jöknek. Igen, 8 szelep. És akkor itt látjátok a bizonyos kék plakettet. A kék plakettet. Ami arra bizonyíték, hogy ez egy Japánból származó gépsárkány. Nem az van rajta, hogy Magyar Suzuki Corporation, hanem az, hogy Suzuki Motor Corporation, mert ha jól sejtem, akkor ez a Hamamotsui gyáregységnek a terméke. Így. Ugye mondják, hogy ezek kevésbé rohadnak, nekem szerintem köze van ahhoz, hogy embertelen mennyiségű töltőanyagot raktak mindenféle hegesztéshez. Igen, viszont lehet, hogy valami délutáni műszakba készülhetett, hogy itt volt még, vagy esetleg elfogyott a tömítőanyag, és akkor küszöbnél már elkezdődött a rohadás. Viszont egy kicsit emlékezzünk meg a magyar vizsgarendszernek a szépségeiről is, mert hogy ez egy... Friss műszaki autó. És mutasd meg kérlek a friss műszakinek a, hogy is mondjam, szemhunyós részeit. Nem emlékszem, hogy hol vannak a legnagyobb, szóval annyira nincs rossz állapotban, mint a... Ó, ezen a felén látszódik bizony. Szóval annyira nincs rossz állapotban, mint az előző gonosz Swiftünk volt, de itt, hogyha közelebbről megnézitek, akkor láthattok egy kis ragasztót, meg szobrászkodásnak a nyomai itt erősen felelhetőek, és akkor így alul, hogyha jövünk vissza, vagy tovább a küszöbön, akkor ez végig kísér minket, és itt is szerintem, hogyha hoznánk egy csavarhúzót, de csavarhúzó se kell. Nem csavarhúzó kellett, hanem a körmöd. Így van, na mindegy, szóval igen, le lett fényezve a rosda. És ez egy friss vizsgás autó. Így van. Gratulálunk, de az ültető rugó az halálos. Az veszélyes. Na mindegy, szóval igen, a másik felén is pontosan ugyanilyen állapotban van. Amúgy a nyúlványok, meg így a bekötési pontok mondjuk, hogy normális állapotban vannak.
de van benne némi anyaghiány. Könnyítjük már ezt az autót is. A 202-nél bevált, itt is könnyítünk, így van. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Én amúgy tök sokat gondolkodtam, hogy milyen autóval kéne tovább vinni ezt a szériát, mert ugye... Jóval. Mert, igen, mert gondolj bele, hogyha mondjuk egy McLarent vettünk volna, akkor milyen szar lenne, hogyha az lenne a műsor címe, hogy gonosz MP4-12C. Á, ez nagyon lehangoló lenne. Nagyon-nagyon. Gonosz Golf. Az sem. Nem adja ki. A gonosz Swift. Így van. Ha már van egy jól bejáratott rendünk, meg kell tartani. El. Pontosan. Így van. És egyébként nem áruljuk el ugye, hogy mi a műszaki háttere ennek, viszont egy ilyen 60-70%-os elkészültségi állapotban van már jelenleg az autó, szóval az átalakítások nagy része már megvan, hamarosan kész lesz ez is. Nem tudom szavakba önteni, hogy mennyire kíváncsi vagyok rá. Ki intézi a dekort? Ugyanúgy Balázs fogja készíteni, aki az előző gonosz Swiftet is csinálta nekünk. A szűkszagú mester. Így van, Slip néven alkot egyébként, és a Mannának is fog dolgozni, az egyik boltjuk, bocsánat, a Manna ABC-nek is fog dolgozni, az egyik boltjukat fogja dekorálni. Meg, ha jól tudom, itt a műhely falat is majd így van. Kezelésbe veszi. Várunk rá. Csak nehéz elérni a művész urat, mert elfoglalt. Hát, amióta a gonosz Swift így beindította a karrierjét azóta. Így van. Jó, Dani, nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Bekerülnek azok a módosítások, amik a műsornak a poén faktorához kellenek. Rákerül a dekor, ezen kívül lesz-e még valami? Mármint, hogy maradnak ezek a decens dísztercsek. Én ezen gondolkodtam pont a mai nap, mert szerintem az előző évadban fényeztük a dísztárcsát is, és ugye variáltunk a színekkel. Majd szerintem ezt meg kell beszélni Balázzsal, hogy itt is valami kreatívat találjunk ki a dísztárcsa kerékfestés kombinációra, hogy feldobjuk ezzel is az autót. Tökéletes. Hétvégén jön a fényezés, arról mindjárt megnézhettek egy gyönyörű montást, és akkor ennek a videónak az lesz a vége, hogy jól körbe tekintjük a... Amikor kész van már a dekor. Így van. Igen. Amúgy nagyon sokan észrevettétek azt, hogy az előző gonosz Swift egy picit lehámlott. Egy picit. Picit lehámlott. És hogy nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy ez nem a művész hibája volt, hanem a 100%-os páratartalom és a szakadó eső, valamint a beázó fényezőkamra. Az a szép egyébként, hogy holnapra is esőt mondanak, szóval nézd. Annyiban javultak a körülmények, hogy most itt a műhelyben fog történni az autónak a dekorálása, szóval nem a csöpögő vízben kell fényeznie, de talán egy fokkal jobb lesz, mert melegebb is van. Így van, és én azt gondolom, hogy ha az előző autó ennyire sikeres lett úgy, hogy esőben született, akkor hát, ha megint az eső meghozza a szerencsét a így van. Szériának. Kedves kollégám Antti azt mondta, hogy le kéne lepezzük az autót, mert kész lett a nagyon ütős dekor. Szóval... Nem azért állunk itt, mert drogbiznisz van folyamatban, hanem mert hogy elkészült a gonosz Swift dekorja. A drog amúgy is rossz. Így van. Lelepezzük a gonosz Swiftet? Lepezzük. Én kíváncsian várom. Azt a mindenit. Figyelj, ez látszik rajta, hogy volt vele foglalkozva. Nézd, milyen szép logót találtam. Jó irányból kezdtük a leleplezést, mert... Imádom az aszimmetriát, azt kell, hogy mondjam. Hát, hogy tetszik, hogy nem mind a két oldalon van logó, hanem így el van rakva az egyik oldalára. Szerintem ez menő. Az új támogatónk, a Manna ABC szerénytelen méretben felkerült az autó oldalára. Ezt a kifejezést
tőled tanultam, és azóta előszeretettel alkalmazom, de... Nem fogják összekeverni a Tesco-val, úgy érzem. Egyértelműsítettük, hogy kiről van szó. Igen, egy apró részletet szeretnék itt kiemelni, mi nagyon jó, hogy mindenki tudja, hogy merre fele megyünk, tudják, hogy Magyarországon vagyunk. Mert ezért előre megy, nem hátra. Egy nyíllal szépen megmutatjuk a menetirányt, és akkor az aszimetria ebbe is visszaköszön, ahogy az imént is említetted. Igen, csak ugye most nem keresztbe aszimmetrikus az autó, hanem a hossztengelyen mentén. Ugyanis ugye arról van szó, hogy először volt ez a sárga lila dekor, ami nekem nagyon adta, és azt nagyjából úgy az autó B-oszlopán elvágtuk el. Ezt viszont itt az embléma magasságában történik meg az átfolyás. Nagyon tetszik. Azért, mert hogyha már beszéltünk a Manna ABC-ről, mint támogatóról, ugye itt van az Eneos, mint már meglévő korábbi támogatónk, aki ebbe az évadba is beszállt, és nyilván őket is megjelenítettük az Igen. autó másik oldalán. A további szponzoroknak szeretném jelezni, hogy az autón még nagyon sok lehetőség van. A tető az például még üres a nyílon kívül, amit az imént említettünk. Így van. És amúgy, ugye, ami az előző autón is megvolt is stílusában, ez a rajzfilmes vonalazás, hogy nem Igen, is tudom, hogy kontúr, mi a neve. Kontúr. Így van, művelt kollégám, Antti, tudja ezeket a dolgokat. Szóval ezzel azt mondta Balázs, ugye a művész úr, hogy igyekezett egy picit változtatni rajta, hogy a stílus megmaradjon, de mégse ugyanaz legyen, mint ami az előző autón volt, és szerintem amúgy sikerült is. Azt érzem, hogy ez most egy ilyen nagyon jól sikerült ráncfelvarrás, mert valami tök új keletkezett, de ha ránézel, akkor azonnal tudod, hogy fejben kapcsolni az előzőhöz, és ez egy nagyon nehéz dolog amúgy, de nem hiába dolgoztunk rendes művészemberrel. És itt is van egy Check Engine logó ezen a felén, szóval imádom. Szerintem ezzel is meg vagyunk jőve. Meg vagyunk jövőkezve. Már csak le kell szervezni az embereket, és be kell fejezni műszakilag. Műszaki előrelépés történt, amióta utoljára beszéltünk? Történt, de baby lépésekben haladunk egyelőre, de úgysem beszélünk most erről, szóval történt előrelépés. Nem mondjuk el, hogy mi, de történt, higgyétek el. Így akár hazudhatnánk is, szerencsére nem szoktunk. Na, így van, nem szokásunk. Mit gondolsz, hány nap még, mire harcra kész lesz a járvány? Fogalmam sincsen, mert ez a két hét, amit most taposunk, mielőtt elmegyünk Olivérrel pihenni egy kicsit, az meglehetősen sűrű, mert nagyon sok mindent kell még csináljunk. Sok párhuzamosan futó projekt van, ezért nehéz megmondanom azt, hogy mennyi időm lesz aktuálisan foglalkozni ezzel, de célegyenesben vagyunk már. A projektre ugye nem kell egy teljesen új dolgot alkotni, hanem finomítani kell az 1.0-ás változatán a gépsárkánynak. Folyamatban van, bízom benne, hogy a mai napon is lesz időm aktívan foglalkozni ezzel, és huszár léptékkel közeledünk a megoldás felé, és a kész autóhoz műszaki... Hosszú lépésekkel? Hosszú lépésekkel, nem. Hosszú lépéssel nem közeledünk sehova, maximum a fáradtság felé. Összességében az látszik, hogy ugye a dekor az ápol és eltakar. Így van. De hogy ez az autó egy... Mondjuk, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de ez az autó elején, hogyha ide jössz, akkor ez nem feltétlenül igaz. Mert annak ellenére, ugye ezt beszéltük a videó elején is, hogy ez egy japán kék plakettes autó, de a rozsdát azt szereti, és teljesen indokolatlanul a géptető telibe van gittelve, és itt meg van repedve rajta a gitt, és sajnos a dekor amúgy ezt kiemeli, nem pedig ápolja és eltakarja. És milyen érdekes, hogy megnéztük a géptető belső oldalát. És ott nincsen rohadva. És ott nincs, nem látszik hiba, ami okot adna a glettelésre, tehát lehet, hogy ez egy ilyen hobbi Michelangelo volt, és felszobrászkodta. Vagy otthon maradt így a falat glettelte, maradt belőle egy kicsi, és ráhúzta a géptetőre. Ilyen. Aztán ráfényezett. Így. De figyelj, mindent egybevetve, ez az autó lényegesen jobb állapotban így van, mint az előző. Ezt mondta a művész úr is munka közben, hogy sokkal jobb állapotú volt. Illetve ott ugye volt az is, hogy egy facelift előtti utáni csere volt, mert elkezdtem a szervó nélkülibe, és akkor már a dekor megvolt, és akkor úgy át kellett pakolni, vagy nem is volt a dekor, nem tudom, mindegy, valamiért pakolgattam, és akkor a lámpát raktam át, a géptetőt, meg a lökhárítót, akkor sárvédőnél nem stimmelt, szóval ott azért volt vele kókányolás rendesen. Ennél az autónál nem kellett, mert célgépet vettünk. És akkor legyen termékkapcsolás. Legyen termékkapcsolás. Hamarosan közeleg az új nyílt napunk. Így amit van. Napokon belül be fogunk jelenteni, sőt lehet, hogy mire ez a videó már megjelent a nagy csatornán, Oliver be is jelentette, de hogy az az autó, amit vezethettek a vendégeink, a Gonosz Swift 1, az hát jelenállás szerint úgy tűnik, hogy újra vezethető lesz a nyílt napon, így ha valakinek ilyen szándékai vannak. Mert nagy sikere volt a nyílt nap résztvevői között, illetve akiknek volt lehetősége vezetni, azok nagyon szerették, mindenki illetve... Mindenki vigyorokba szállt ki belőle. Illetve, aki csak nézni tudta, ők is kifejezetten élvezték, szóval ez számomra legalábbis váratlan volt, hogy ennyire élvezték nézőként is az emberek, és ezért gondoltuk, hogy ne vegyük el ezt a szórakozási formát tőletek a kedves nézőktől, ezért a következő nyílt napon is lesz lehetőségetek, a részletekkel pedig jelentkezni fogunk hamarosan.
tökéletes volt az átkötés a lezáráshoz. Fejlődsz, műsorvezető barátom. Visszafelé. Egy gyenge kezdés után egy erős visszaesés, ez nagyon fontos. Így van, és hogy az előnyből is hátrányt kovácsoljunk. Na de. Ez bármikor tudom produkálni, ez nincsen probléma. Hiba nélkül. De a lényeg, hogy ugyanígy reményünk, hogy a következő évadot legalább ennyire fogjátok szeretni. Vagy jobban. Igyekszünk nagyon jó vendégeket hívni. Iszonyat munkát teszünk a vendégek meghívásába. Anti dolgozik rajta szorgalmasan. Igen, csak ugye vannak a kötött forgatási dátumok, ezek az ismert emberek még nem érnek rá, nem úgy érnek rá, nehéz. Kellett neked ismert embereket válogatni, látod? Igen, meghívhattam volna a Takta Harkányi Kotlovics Bélát. Szerintem ő ráért volna bármelyik dátumon. 17-es számú áfész elől, de lehet, hogy őt nem annyira néznék meg. Mint például Szalai Pistit. Hogyha? De, ha véletlen eljön, hogyha? Így van, hogyha. De nem lövünk le poénokat, úgy érzem, hanem inkább mondjuk... téged lőjünk le? Igen, mert ha nem lőnek le, akkor beszélek itt napesti hülyeségeket, úgyhogy most én megyek el egyet nyaralni. Nagyon helyes. Anti elmegy nyaralni, onnan visszajön, aztán meg mi megyünk el nyaralni. Ezt az adást, mert valószínűleg a nyaralásom alatt fogom élesíteni, reményeim szerint. De iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és nagyon figyeljétek mindkét csatornán a Gonosz Swift következő évadához tartozó megjelenéseket, meg ugyanezeket a közösségi média felületeinket is, mert nagyon jó dolgok jönnek idén nyáron, is. És nem tervezzük elvenni a gázt.